Augusztus 13 és 20 között Gimesbükről Budapestre teker várhatóan 200 kerékpáros, és arra számítunk, hogy minden településen csatlakoznak hozzánk néhányan, akár néhány ezeren is egészen Budapestig, és ez a határon túra, kerékpáros túra, amelynek egyik célja az, hogy kapcsolatot teremtsen emberek és emberek, népek és nemzetek között. Másik cél pedig az, hogy a média partnerein keresztül népszerűsítse azokat a városokat, régiókat, amelyre a kerékpárosok elhaladnak. Mi most útnavjáráson vagyunk éppen a kollégáimmal, és hát azt látjuk, hogy bizony van miről beszélünk, itt bemutatni, gyönyörű tájakon járunk, nagyon szép városokkal találkozunk, és nagyon kedves emberekkel. Arra számítunk, hogy a túra részvevői tavalyi évhez hasonlóan hatalmas élményekkel gazdagodnak egy hét során. Hány napot tart ez a túra? A túra teljes távja az 8 nap, 850 km Gimesbük Budapest távon, és hát lesz néhány olyan kemény nap, hiszen kerékpárral teljesítjük napi átlagosan 100-110 km. A teljes szintkülönbség az 5500 méter, de lesz olyan nap, például a párizsi szakasz, amikor egy nap közel 2000 méter szintkülönbséget kell legyőzni a ingásoknak, tehát mindenkire számítunk, aki alkalmasnak tartja magát arra, hogy egy ilyen távot teljesítsen. Nem versenyzőket keresünk innen, hanem sportos, talpra esett, lelkes, kihívásokat kereső ingásokat, fiúkat és lányokat. Azt gondoljuk, hogy nem a versenyről szól, lesz az együtt mozgásról, a jókedről és a kapcsolatépítésről, egy kicsi sportprogrammal a háttérben. Mi a mottoja a rendezvénynek? Élmény és teljesítmény, ez a két szó, amire fölfűztük az évi határon túrát, hiszen élményt adunk minden részvevőnknek és mindenkire, aki kíváncsi a túrára, aki csatlakozik hozzánk, akár csak néhány kilométer erejéig is, hiszen minden településen lehet kapcsolódni, és a teljesítmény, hiszen azért egy komoly teljesítmény végig tekerni ezt a hosszú távot 8 nap alatt. Kik a rendezvény védnökei, fővédnöke? Minden városban, ahol megállunk, minden városban a aktuális város polgármesterét, alpolgármesterét kérjük el az esemény aznak a napnak a védnökéül, és a Schmidt Pál Magyarország államfője vállalta el a teljes túrának a fővédnöki címét, ezzel is igyekszünk a rendezvényt arra helyre tenni, ahol valójában van egy olyan magas rangú eseményé, amivel igyekszünk hidat építeni emberek között. Hol tájékozódhatnak az érdeklődők? A www.határontúra.hu, tehát határontúra.hu honlapon lehet megnézni az eseménynek a háttérinformációt, lehet nevezni, akár a Facebookon, a facebook.com/határontúra oldalon naponta frissülő hírekkel találkozhatnak a rendezvényről. Ugye ez egy olyan túra, olyan háttér szervezéssel, hogy lényegében valaki ide benevez, és elindul az első szakaszon, és egy jól felkészült kerékpárt hoz magával, meg egy fejvédőt, meg ő saját magát, aki szintén készült a túrára. Azon kívül nincs semmi gondja, tehát a frissítő, a mások, a reggelik, az étkezés, a szállítás, a ruháját, mindenit viszik. Mi viszont tehát nem kell semmivel sem foglalkoznia, csak az élményeket magába szívni a túra során. Fontos a jó kerékpár, a felkészült ember rajta, aki azért egy hetente, két-három alkalommal kerékpárra ül, azért ezt komolyan kell venni. Örvendek ennek a találkozásnak, mert ma azért találkoztunk, hogy a műszaki részét oldjuk meg, és beszéljük át ennek a túrának, ami a Kolozsvárt illeti. Arról beszélgettünk a mai nap folyamán, hogy honnan érkeznek, hány személy, hány órakor, hol kivezeti fel őket, illetve még néhány engedély, amit be kell szerezni, amit az elkövetkező napokban ezt adminisztratív úton különböző intézményeknél ezt be kell szerezni, és állunk elébe. Miért fontos a városnak, hogy ez a túra itt halad át? Először is örvendetes, és egy nagyon jó példa arra, még Kolozsvár lakosságának is, hogy bátran használja a biciklit. Nyárban remélem, hogy minél többen fognak csatlakozni hozzájuk, illetve az is örömmel szolgál, hogy ez alkalommal helyi ingások is vendéglátókká avanzsálnak. És arról beszélgetünk, hogy várni fogják őket a város határba, bevezetik, megmutatják a várost, illetve kivezetik majd őket, és remélem, hogy minél többen fognak csatlakozni egy ilyen túrához. Épp a Kolozsvár napok során érkeznek a bringázók, és milyen útvonalon vonulnak majd végig Kolozsváron?
mivel régen irányából érkeznek, az én javaslatom az volt, hogy az érkezés az történik a főtérre. Valamikor 4 óra, 5 óra magasságában történik majd az érkezés, de erről majd az elkövetkező időszakban pontosítanunk kell. Abban megállapodtunk, hogy este 7 óra körül lesz egy bemutató, és este 8-tól következnek a nagy rendezvények a főtéren. Ezzel párhuzamosan, tavaly nem tudtuk ezt megtenni a főtéren, mert akkor még emlékezzünk, csak visszafolytak a szobor körüli munkálatok, és a tavaly abba állapodtunk meg, hogy a Magyar Színház előtti parkolóban tartottuk meg ezt az eseményt. Most adott a hely, adott az időpont, és kihasználjuk ezt az alkalmat. És nagyon remélem, hogy minél többen vesznek részt úgy az érkezés alkalmával, mint a bemutató, meg a későbbiek során a koncerten is.